Tisztelettel köszöntöm a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, tisztelettel köszöntöm én is önt és a kedves televízió nézőket. Eltelt a nyár, egy szép időszakon vagyunk túl, de mielőtt belefognánk ténylegesen az aktuális nyári kérdésekben, talán érdemes arról beszélni, hogy mit is csinál egy polgármester. Lehet együgy egy kicsit a kérdés, de nagyon sokan nem is tudják, hát mit csinál egy polgármester. A polgármesteri munka az nagyon-nagyon összetett feladat, nagy kihívás, nagyon szép munka, nagyon felelősségteljes munka, és ha sikeresen csinálja az ember, akkor mindenképpen nagy öröm. Nagyon sok mindent kell csinálni, gyakorlatilag a jegyző segítségével, illetve a jegyzővel együtt irányítani a hivatal munkáját, különböző pályázatokat előkészíteni, megvalósítani, az önkormányzati intézményeket gardírozni, azoknak a munkáját felügyelni, és természetesen, ami legfontosabb, a kapcsolattartás a lakossággal. Ez különböző formákban tud megvalósulni, akár személyes találkozások alkalmával, akár eseményeken, rendezvényeken történő beszélgetésekkor, illetve hát természetesen van fogadóóra is, ügyfélfogadási rendszerben működünk, nem csak én, hanem a képviselők is, és ott is meghallgathatjuk azokat a gondokat, javaslatokat, ami előre viheti a város fejlődését. Nehéz röviden összefoglalni ezt a munkát, hiszen végtelenül összetett. Természetesen szükséges a kapcsolattartás a felsőbb irányítással, a különböző minisztériumokkal, nagyon sokat kell ezügyben járkálni, ha az ember azt szeretné, hogy előre mozduljon a települése. Ennek mi tulajdonképpen a pozitív oldalát látjuk, annak ellenére, hogy nagyon sokat kell kilincselni, de úgy érzem, hogy Karcag városa iránt és irántam is nagy a respekt a döntéshozók körében, így előbb-utóbb, ha nehezen is, de legtöbb esetben sikerül kiharcolni azt, amit szeretnénk elérni. Én az a típus vagyok, ha kidobnak az egyik ajtón, bemegyek a másik ajtón, mert addig próbálom ütni a vasat, amíg sikerrel nem járok. Említette polgármester úr, hogy nagyon sokat kell azért dolgozni, hogy Karcag fejlődjön, de Karcag valóban fejlődik, és töretlenül fejlődik. Ha néhány fontosabb beruházást kellene kiemelnünk a város életéből, miket említene polgármester úr? Nézd, a helyzet az, hogy én karcagi születésű vagyok, én az életem legnagyobb részét, kivéve a katonai éveket, illetve a felsőoktatásban töltött időszakot, a városban töltöttem, itt éltem meg, 38 éve szolgálom pedagógusként, illetve köztisztviselőként, közalkalmazottként a települést, és hát ez motivál arra, hogy amit nagyon sok szépet kaptam ettől a várostól, a szülővárosomtól, én mindenképpen megpróbálom ezt visszaadni, megszolgálni azt a bizalmat, amivel engem elláttak már most ciklusokon keresztül, és hát ezügyben ténykedek, és erre próbálom sarkalni a társaimat is. Egyébként nem nehéz, hiszen egy nagyon jó kis csapattal, nagyon jó képviselőkkel dolgozom együtt, akik a mi oldalunkon vannak, azok töretlenül a város fejlődését segítik elő, és ezt mondhatom el tulajdonképpen a hivatal munkájáról is. Keményen mögénk álltak, és nagyon szorgos, nagyon pontos munkával dolgoznak a kezünk alá, és ennek következtében természetesen azért nagyon szép sikereket értünk el, ezt kár lenne tagadni, és talán szerintelenség nélkül mondhatom, hogy a város fejlődik. Nekem egyébként is az a célom és a szlogenemben, vagy a életfelfogásomban benne van, hogy egy nyugodt körülmények között kiegyensúlyozott helyzetet, állapotot hozunk létre ezen a településen, egy olyan várost, egy olyan lakóhelyet, munkahelyet, ahol az emberek jól érzik magukat, és örömmel töltik itt a napjaikat, örömmel élnek itt, és az ide látogatók is jól érzik magukat. Ez is egy végtelen összetett feladat, hiszen nem biztos, hogy a kettő mindig találkozik, de egy összhangot mindenképpen meg kell teremteni.
ennek szellemében alakítjuk ki a fejlesztéseinket is, és valóban nagyon sok minden elkészült ebben a városban, az elmúlt ciklusban, különböző energetikai fejlesztések, Vérini városháza, megújult lomkorona sétány, kosárlabdaliget, különböző kondiparkok, és ami nagyon fontos véleményem szerint, hogy mind a fiatalokról, mind az idősebbekről is tudunk megfelelően gondoskodni, ennek szellemében újítjuk fel az óvodáinkat, tulajdonképpen ebben a ciklusban 5 óvoda felújítása is megvalósult. Volt olyan, ahol csak részleges felújításra volt szükség, volt olyan óvoda is, ami tulajdonképpen a csupasz falakig vissza lett bontva, és teljesen újjáépült. Hát ezzel az a célunk, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk a nevelés területén. Egyébként egy kiváló, sokszor elmondtam már, de nem győzem eleget hangsúlyozni, egy kiváló óvodai rendszer működik a városunkban, tehetségpontként is működik, és valóban csodájára járnak az egész országból, hogy milyen szép munka folyik a városunkban. És a célunk továbbra is az, és ez szerintem már jól és meg is valósult, hogy ezekben az óvodákban olyan körülményeket teremtsünk, hogy bárhol, bármelyik nyugat-európai országban is megállja a helyét az a rendszer, ami itt működik. Van összehasonlítási alapon, több ilyen rendszert vizsgáltam meg a környező és a nyugati országokban is, és bátran állíthatom, hogy ott sem jobb a helyzet, sőt. A másik, ami nagyon fontos véleményem szerint, hogy miután azért nagyon sok az idős ember, az idősekkel is foglalkozunk, és ennek szellemében az idősek otthonait is folyamatosan fejlesztjük. Ez megtörtént már a Zöldfaúti idősek otthona esetében, és most vagyunk éppen a Horváth Ferenc úti idősek otthona felújításának kellős közepén. Ott már a pincerendszert, a konyhai részleget sikerült felújítanunk, átadnunk, és most következik majd a lakóterületnek, a lakótereknek a megújítása. Ez is nagyon fontos, úgy gondolom, hiszen így egy keretbe zárjuk a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, haladva nyújtunk segítséget, támaszt az itt élőknek. Én köszönöm a mai beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.